Szeretném magyarnak érezni magam, az elrabolt, de magyar hazámban. Szeretnék a király törvényei szerint élni. Szeretnék igaz magyar lenni. Karddal küzdeni a függetlenségért, a dicső, fényes magyar névért. Zengeni Petőfiként a nemzeti dalt, mely nem rabságot takart. Szárnyalni tompa gólyamadarával, karinti beszélő trianonjával mondanám a szót, a dalt. Magyarnak születtél, hát maradj magyar. Elindulok, mint egykor Csoma Sándor, hogy felkutassak minden magyart. Székelyek, ott a bércek szikla mellén, üljetek mellém! Magyarok, ott a Tisza partján, magyarok, ott a Duna partján, magyarok, ott a Tóthegyek közt, s a Bácskai szőlőhegyek közt. Üljetek mellém! Ti esztán születők, s ti pólócsontú ősök, ti réghalott regősök, ti vértanúk, ti hősök! Üljetek mellém! Gyűj ide népem, s hallgasd, amit énekelek! Mint a hárfa húrjait, feszült idegem húrjait jajgatva tépem! Ó népem, árva népem, dalolj velem! Mint akit füstös lángra szítottak, vérszínű ósötét nehéz fanyarborok,
dalolj velem hörögve, és zúgva, és dörögve. 10 millió, 100 millió torok. Énekelj, hogy világgá hömpölyögjön zsoltárod. Mint a poklok tikkat kénkövessze-le, Európa fogja be fülét, nyögjön a borzalomtól, és őrüljön bele. Zászlóövők, zászlót! Föl! Felállítási helyre. Lépés, indulj! Zászlót! Le! Isten segedelméből nem csak emlékekről szólhatunk, de a faültetés gesztusával reménykedünk a szebb jövőben. A fát tápláló közös földben a nemzet egyesül. Van-e sors, mely hatalmasabb, mint a magyar nemzeté, ha egy célt akar? Ez ma jel, üzenet, mely hirdeti a szebb jövő reményét, a magyar, az erdélyi, a párciumi, a kárpátaljai, a felvidéki, a délvidéki, a burgerlandi földdel és a piros-fehér-zöld zászlóval. Tisztelettel felkérem az országrészek képviselőit, helyezzék el a fák tövében az egyes országrészekről érkező anyaföldet. Erdély és Párcium képviseletében Rácz Károly, Kézdivásárhely polgármestere, Kárpátaljáról Beregszász képviseletében Pongó Ádám úr, Felvidékről Losonc és Jánok földjét Durai Éva, a losonci magyar delegáció vezetője. Délvidékről horvát gyökerei révén Rodek Antal úr. Végül Burgerland képviseletében az osztrák-magyar kulturális kapcsolatok ápolójaként Kocsis István úr.
Tisztelettel felkérem Szabó Zsolt polgármester urat, országgyűlési képviselőt, mondja el avató beszédét. Szomorú sorsot alig szán nemzetnek a népek hatalmas istene, mint most a magyarnak. Ezer éves küzdelmekkel teli, keservekkel csordultig telt, csalódásokkal szinte a kimerültségig terhelt élet után, most a lassú elsorvadás szégyenére ítélte a világ hatalmasainak balga tanácsa. Igazainkat nincsen, aki megértse, ügyünket nincs, aki felfogja, fájdalmunkat nincs, aki enyhítse, sorsunkat nincsen, aki irányítsa. Ha volt korszak az elmúlt ezer évben, melyben elhagyatva állt a magyar, ennél terhesebb, ennél szomorúbb, ennél végzetesebb, alig ha volt, csak egy is, mint a mai. Tisztelt ünneplőszívű, emlékedő közönség, hölgyeim és uraim! Keserűséggel és szomorúsággal teli sorok ezek, melyet annál inkább megmarkolják az ember szívét, hogy egy Isten hittel és reménységgel telt egyházi előjáró, dr. Rafai Sándor evangélikus püspök tollából származnak. Az írás 1920-ban a trianoni békeszerződés aláírása után született, és a Vérző Magyarország antológiában jelent meg, amelyet Kosztolányi Dezső szerkesztett és adott ki. 1920. június 4-e óta ezer esztendős nemzeti létünk egyik legfontosabb kérdésköre Trianon, és ehhez kapcsolódóan a Párizs környéki békerendszer, amely paradox módon nem csak nekünk, hanem az egész térség számára veszteséget jelentett. Közép-Európa a döntés után egymással vetélkedő, elkeseredetten szembenálló mozaik államokra bomlott szét, amely a monarchia pusztulása után a nagyhatalmak játékszere és játékterülete lett. Trianon azóta is velünk, köztünk, bennünk él. Nem történelmi leszkét szeretnék felmondani, de nem árt elgondolkodni rajta, hogy a trianoni békediktátumról mikor lehetett, mikor kellett, és mikor nem volt szabad beszélni. 1920 után a törvényhozó és végrehajtó hatalom akarata egységes volt. Mindegyik parlamenti párt, a szociáldemokraták kivételével, kinyilvánította véleményét, amely szerint a békediktátum elfogadhatatlan, ezért meg kell szüntetni, a szerződést fel kell mondani. Először Bethlen István gróf, magyar miniszterelnök említette 1928-ban híres debreceni beszédében, hogy a határok Magyarország számára elfogadhatatlanok. Ezt az elvet hallották az utána következő kormányfők. A két világháború közötti magyar külpolitika legfontosabb célja a területi revízió volt, amely 1938 és 39 az első és a második bécsi döntéssel meg is valósult. Ez a korszak a magyar történelem egyik legdicsőbb korszaka. 1938-ban a magyar nemzeti össztermék meghaladta és túllépte Ausztriájét. Úgy, hogy 20 év alatt 5000 tanítói lakás épült, az oktatás ugye teljes egészében helyreállt, és az a gazdaság, amely elveszett, az pótlásra került. Az ország soha nem volt ilyen magas szinten. A második világháború végével bekövetkezett a tiltások kora. Az 1947-es párizsi békeszerződés lezárta Magyarország és a szomszédai számára a háborút, s visszaállította a trianoni határokat. Rákosi Mátyás hatalomra kerülésével beköszöntött a Trianonról és annak következményeiről, a határon túlra szakadt nemzetrészek és honfitársaink sorsáról való beszéd. Bekövetkezett a tilalom időszaka. A térségben két folyamat indult el. Az egyik a kommunizmus, a másik a trianoni határok visszaállításának társadalmi konszolidációja, azaz a tagadása. A magyarországi kommunisták abban különböztek az utódállamokban, szintén hatalomra került társaiktól, hogy míg azok kőkemény nemzeti elkötelezettségűek voltak, addig Magyarországon kormánykörökben az internacionalizmus elve hódított,
és ez alapján tiltottak mindent, ami Trianonhoz kötődik. Ezért minden eszközzel gátolták azt is, hogy egyáltalán beszélni lehessen, egyáltalán magyarnak lehessen lenni. De Trianon generációk életét határozta meg, és minden tiltás elhagatás ellenére a magyar érzelemvilág részesévé vált. Lelkünkben hordozzuk traumáját mi magyarok, bennünk él. Tisztelt ünneplő és emlékező közönség! Azért gyűltünk össze itt ma, és az ország sok más helyén nemzetünk létért felelősséget érző közösséget építő lokálpatrióták a Nemzeti Összefogás napján, hogy méltó módon emlékezzünk a 91 évvel ezelőtt történtekre. Sokan vallják, hogy amit a történelem elvett, már nem kell visszaszerezni. Az eltűnő határok Európája megoldást adhat az igazságtalanságért, de sokan nem így gondolják. Mégis sokan úgy gondolják, hogy nemzetünket ért trauma okán is, hogy a nemzeti igazságtétel érdekében, a közös értékrend tiszteletében, a politika és társadalmi kultúra értelmes szabályai szerint erkölcsi kötelességünk emlékezni a történtekre. Az emlékezés pedig ünnepi köntösbe öltözött a mai napom. Hiszen ünnep is ez a mai nap, mert új alkotást köszöntünk. A szellem, az értelem és a kéz teremtő erejét üdvözölhetjük, összefogódzó lélekkel együtt a szétszakított és határon túlra került nemzetrészekkel. Ezt szimbolizálja Tóth Dávid szobrászművész előttünk álló munkája, amely alkotás a hatvaniak közös akaratából született meg, és együtt választottuk ki. Köszöntöm én is a művet és a művész urat, de talán egyikünk sem haragszik meg rám, ha azt mondom, bizonyára szívesen eltekintenének a gratuláló szavaktól, ha most nem, trianoni emlékművet avatnánk. Az önfelett mosoly ettől a téttől főhajtó tiszteletté nemesül, és válik a tekintet kissé borongósá, lesz fátyoros szemünk, mert azért nekünk, magyaroknak mindig nyásznap marad ez a mai. Azzá teszi a 91 évvel ezelőtti döntés, amely uniós határon belül állva sem kap más fénytörést, amely a bűnösnek nyilvánított magyar nép testében stigmaként égette bele a gyalázatot, amely azóta is az egekig kiállt. Jézus teste feszítetett meg úgy, mint 91 éve Magyarországé. Az utóbbi évtizedekben a megbékélés vágya ugyan igyekszik kézen fogva járni az indulattal, a piros-fehér-zöld színű keserűség az égszínkét uniós reményekkel. De Mária országa nem hagyja veszni a föltámadásba vetett hitét. Az akkor született ima ereje máig lelkünkben él, bennünk van. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország föltámadásában. Tisztelt hatvani és határon túli barátaim! Az eltűnő határok Európájában nem határrevízióval, nem erővel, és nem kalandor módra szavarkertéssel kell megvalósítanunk össznemzeti önbecsülésünket. Higgyék el, máshogy is el tudjuk azt érni. Magyarország jelenlegi kormánya a kettős állampolgárság megadásával és a határon túli magyarság törekvéseinek támogatásával sokat tett és tesz a történelmi igazságtalanság érzésének enyhítése érdekében. Egy a haza, egy a nemzet, és az igazságérzetünk ezt érezteti bennünk. De vajon milyen utat kövessünk mi hatvaniak a nemzet sorsát meghatározó kérdésekben? Nos, úgy gondolom, ha 60 jövőjének útját kívánjuk kijelölni, hát nem is követhetünk más irányt, mint amelyet annó Raffai püspök úr kijelölt nemzetünk számára. Ez az út nem lehet másforma, mint amit az országszerző őseink űztek, keresztény és nemzeti. És a nemzet teste minden becsületes épp tagjának együttesen az összetartás szent kötelességtudatával kell törekednie az egyetlen jogosú cég elérésére és szolgálatára, a hazáért. Raffai püspök úr a múltunkról, az örösségünkről és az ehhez igazodó jelenkelőri tetteinkről, kötelességekről szólt. Arról, amelyről így egyéválva joggal mondhatjuk azt, hogy ez a jövőnk öröksége. A püspök úr által kijelölt útnak
a követésére jogosít fel bennünket, 60 bronzkorig visszanyúló évrezedes történelmi múltja, amihez most nekünk kell hozzájárulnunk, olyan értékek megalkotásával, amelyet utódaink számára, gyermekeink és unokáink számára teremtünk, kősziklára épített ideológiai alapot. Hisszük ugyanis, hogy a 60-iak nem csak több évezredes múltja van, a 60-iak nem csak ezzel rendelkeznek, hanem ígéretes jövőnk is van. Legyen ez a kőszikla az előttünk álló műalkotás, álljon itt örök időkig, mementóként az utókor számára, hogy ők se feledjék József Attila sorait. Nem lész kisebb a hazánk, nem, egy arasszal sem. Úgy fog tündökölni, mint régen, fényesen. Magyar Rónán, hegyen egy kiáltás zúgát. Nem engedjük, nem soha Árpádnak Honát. Ellenségeinkkel békét kötöttünk. Megalázó bár-e béke, melyet a győztes reánk erőszakolt, de elfogadtuk. De meg nem nyugszunk soha. Eleget teszünk, míg bírjuk abban vállalt kötelezettségeinknek, de nem törődünk bele soha. Nem soha, hogy ezer éves országunk új határai állandóak maradjanak. A trianoni palota márvány termében papírrongyot tettek elénk. Aláírtuk. De lelkünk tiltakozik e békeszerződés minden betűje ellen. 12 millió magyar szív összedobban hatalmas erőt adva. Ez az erő ad reményt arra, hogy a békeszerződés mielőbb megváltoztatásra kerüljön, és Magyarország régi határai közt új életre lel. A harangok zúgása nem gyászt, nem halált, hanem feltámadást jelent. Igenis, feltámadunk. Sokkal előbb, mint gondoljuk. Erre reményt nyújt önbizalmunkon kívül az is, hogy immár ellenségeink is helytelenítik a békeszerződést, mely szerintük is sem állhat be fenn. Addig is, míg a várva várt feltámadás bekövetkezik, fogjunk össze és dolgozzunk, ki a maga helyén. 12 millió magyar szív forjon össze érzésben, legyünk egyek hazánk régi területének visszaszerzésébe irányuló szent törekvéseinkben. Szűnjön meg a széthúzás, a felekezeti villongás, hogy egységesen szállhassunk síkra a magyar nemzet igazáért. Most pedig felkérem a katolikus egyház képviselőjét, Koza József, prépost kanonok urat, a református lelkészi hivatal nyugalmazott református lelkipásztorát, Csényi György lelkész urat és Patalin Helga lelkész asszony, az evangélikus lelkészi hivatal képviselőjét, hogy közösen szenteljék meg az emlékművet és az elültetett pápát. Kedves emlékező jelenlévők, az osztrák-magyar határtól néhány kilométerre nőttem fel. Ismertem olyan idős embereket, akik kedvező szél irányra vártak. Aztán néhányakkal összefogva áténekelték a szöges dróton mindazt az eseménysort, amely a családokban, az egyes település életében történt.
kerestek egy népdalt, annak a dallamát, egy egyházi éneket, annak a dallamát, és arra elénekelték, ki halt meg, ki született, hol mi a nehézség, hol mi az öröm. És a szél vitte, nem számított annak a határ, a szél vitte a híreket. Számtalan rokonom él nekem is, az elcsatolt területek egyikén. Emlékszem arra az időre, amikor szigorúan 3 évente egyszer volt szabad őket meglátogatnunk. Annyira vártuk ezt a felemelő pillanatot 3 évente egyszer, hogy találkozhassunk. De az öröm mellett ott volt egyfajta görcs is bennünk. Majd ott a határon mi lesz? Átlépünk, de állunk egy olyan földön, mely az őseinké volt. Állunk egy olyan szelíd gesztenyefa alatt, amelyet eleink ültettek. És az osztrák finánc majd csempésznek fog tartani. Az a minimum. Az osztrák finánc majd szembe nevet velem, mert magyarul merek megszólalni. Biztos, hogy Jézus Krisztus annak idején nem véletlen tanított így imádkozni, majd így mond. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Van egy nagyobb hatalom. Akié az ország? Az egy olyan ország, ahol nem kell 3 évet várni arra, hogy oda valaki bebocsátást nyerjen. Az egy olyan ország, amelynek ajtajában nem egy gúnyos tekintetű finánc áll, hanem maga Jézus Krisztus. Az egy olyan ország, ahol engem nem csempésznek néznek, hanem egy erőre, irgalomra szoruló embernek. Amikor ránézünk erre a gyönyörű emlékműre, akkor emlékezzünk mindazokra, akik több száz kilométerre élnek tőlünk. Legyen bennünk az összetartozás jó érzése, de ne feledjük azt a felettes hatalmat, azt a másik országot sem. Ne feledjük azt az Istent, akihez ez az imádság száll, aki előtt majd meg kell állnia annak, aki a diktátumot aláírta, megáll az is, aki annak tartalmát elszenvedte, meg mi is, akik ma vagyunk hivatva egymást szeretni, a másik kezét megfogni, a sajátunkat meg imádságra kulcsolni. Isten áldása legyen a jelenlévőkön és a jövőn. Amen. Tisztelt egybegyűlt honfitársak, Istennek népe a Jézus Krisztus által. Ugye tudjuk, érezzük, hogy vannak olyan események, amelyek során az embernek elakad a lélegzete, megáll benne szinte a szó, de az agya mégis jár, mégis azon gondolkodik, mit mondjon, mert szólni kell, nem lehet némán maradni, mert kell vallást tenni. A Trianonban aláírt nemzetközi rendelkezés is ilyen alkalom volt népünk számára, amikor kihirdették azt, és amikor évtizedeken át a szánkat is betapasztották, hogy ne is szólhassunk arról,
mit és milyen veszteséget hordozunk, s talán még ma is kapkodjuk a levegőt, olykor, s talán még ma is vannak határon innen és határon túl, olyanok, akik csitítanának, már felesleges beszélni Trianon következményeiről, hiszen a határokon át ma már szabadon áramolhat minden. Bizony így van ez. Jön, megy, árad a jó is, meg a rossz is. Aztán eszembe jut, amiről itt már szó volt, hogy a dalnak, az éneknek milyen hordozó közege lehet, mennyire ki tudja fejezni az ember érzéseit, hitvallását, és eszembe jut az, amit olvastam régen, és amit szeretnék most megosztani nektek, veletek, és ezért hadd idézzem a régi énekmondót, a zsoltárszerzőt, a zsoltáros éneket, éneklőt, aki a Szentírás Zsoltárok könyvének 61. részében így vall. Akár a mi szavainkat is megfogalmazta már sok-sok évezreddel ezelőtt. Így énekelt a zsoltáros, s talán énekelhetünk vele mi is még mindig. Ó Isten, elvesztettél, szétszórtál bennünket, megharagudtál ránk, állíts helyre minket. Megrendítetted, megrepesztetted a földet, gyógyítsd be néped sebeit, mert megindult. Szörnyű dolgokat láttattál népeddel, de jelt adtál az Isten félőknek, hogy megmeneküljenek az íj elől. Segítsen jobbod és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid. Ez a zsoltárszerző arra hívja fel a figyelmünket, hogy nincs olyan élethelyzet, amelyben ne lehetne fordulni az élet a történelem urához, mindannyiunk Istenéhez, akár segítségkéréssel is. Ehhez fel kell ismerni, és kell tudnunk, és ki is kell tudni mondanunk, vallanunk, hogy életünk, sorsunk az ő kezében van. Ő tarthat meg, és ő tarthat össze minket, hogy el ne vesszünk, hanem megmaradjunk, hogy örökké való életünk legyen. S vallást kell tennünk arról is, hogy ő hozzá tartozunk. Fogjunk hát össze. Legyünk egyek, hiszen összetartozunk. Tartozzunk valóban össze. És forduljunk Istenünkhöz, és kérjük az ő segítségét, megmentő, megtartó hatalmát, hogy megmaradjunk, hogy megmaradjon s éljen magyar népünk itt e Kárpát-medencében, beletartozva személy szerint mi is. Legyen ez az emlékhely, ez az emlékmű, figyelmeztető, emlékeztető és biztató jel a megmaradásról, hogy mégis megtart a mindenható Isten bennünket, s hogy ő tarthat meg igazán mindannyiunkat, és mindennek ellenére. Fogjunk hát össze,
tartozzunk össze, hogy aztán együtt hirdethessük Istenünk hatalmát, és hogy él magyar nemzet e hazán. Ámen. Kedves testvérek, én úgy gondolom, minden édesanya szomorú, hogyha gyermekei külön utakat járnak. Minden édesanyának a szíve összeszorul, ha gyermekei nem egy húron pendülnek. Minden édesanya kísérje a lelkét és a szívét, hogyha a gyermekei ellenségesek. És mondhatnám még, mit tesznek az édesanyák, hogyha a gyermekeik nem. De mit tesz egy édesanya, vagy mit tesznek az édesanyák, ha gyermekeik egységesek, ha gyermekeik jók, ha gyermekeik összefognak? Örül az édesanya lelke és a szíve, és boldogság tölti el. Ma emlékezünk. Lehet a szívünk szomorú, mint egy édesanyának, mert akkor valamire nemet mondtak. Nem. Ma igent mondunk. Igen. Az egységgel, az összefogás, mert csak így lehetünk boldogok. Az anyaföld örül, és nem síránkozik. Mert ez a mai nap, ez nem a sírásnak a napja, és nem a gyásznak a napja, hanem az örömnek kell legyen napja, hisz valami elkezdődött, az összetartozás, az összefogás, és valami elindult, a szeretet. Nem teljes még. Ahogy ez a szobor kompozíció is mutatja, még nem érnek össze a kezek egészen. Nem teljes. De lehet. Kin múlik? Érzitek. Rajtam, rajtad. Hogy még egyszer ilyen ne történjen. És akkor boldog lesz ez az anyaország, akkor boldog lesz ez a föld, akkor nem fog sírni ez a föld, akkor nem lesz szomorúság ezen a földön. Igen, ne féljetek a kereszténységtől, és ne féljetek az Istentől. Mert ez a megmaradás. Ahol Isten van, ott minden van. Ahol Isten nincs, ott semmi nincs. Ott minden tönkre megy. Ne féljetek a vallástól. Nem akar benneteket a vallás szétszedni, sem az Isten, hanem inkább össze akar tartani mindnyájunkat. És ha nem lesztek idegenek, akkor megint csak örül ez az anyaföld, akkor megint csak boldog lesz ez az anyaország, és akkor mindannyian boldogok leszünk, mert nem fogjuk ismerni azt, hogy ellenfél. Mert nem lesz olyan. Csak testvér. És ezekkel a gondolatokkal befejezve szeretném megáldani ezt a szobor kompozíciót és a fákat. Mindenható örök Isten, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen magyarjaidra. Jézus, oltalmaz népedet és könyörülj rajtunk, hogy irgalmas szeretetedet dicsérhessük mindörökké.
áldja meg ezt az emlékművet és az elültetett fákat a mindenható Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Most pedig énekeljük el közösen a Boldog Asszony Anyánk dalunkat. Zászlóőrök elvonulása következik. Jobbra. Át. Térkiütés. Lépés. Indulj. Vas Albert, adjátok vissza a hegyeimet. Részletek. Urak, akik a világ dolgait igazgatjátok, adjátok vissza a hegyeimet. Bevallom őszintén, nem érdekel sem a politikátok, sem a világ nézeti kérdéseitek, sem nagyszabású elgondolásaitok, melyekkel az embermilliók sorsát rendezni kívánjátok. Nem érdekelnek az embermilliók sem. Egy érdekel csupán. Adjátok vissza a hegyeimet.
mert bármit is mondjanak a tudósok, a fiskálisok és a katonák, azok a hegyek az enyémiek. Mint ahogy én is hozzájuk tartozom attól a perctől kezdve, hogy megszülettem a lábok alatt, abban a kis házban, s ők benéztek hozzám az ablakon. Nem a telekkönyv szerint voltak az enyémek, az igaz. De enyémek voltak Isten rendelése szerint azáltal, hogy ott születtem és ott lettem emberré. Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, én alázatosan elhiszem, hogy nagyok vagytok és hatalmasok, hogy kisújjatok egyetlen mozdulatára milliók halnak meg, országok cserélnek gazdát és földrészek süllyednek el a tengerek mélységeibe. De mindezeken túl hinni szeretném azt is, hogy tisztelitek az igazságot és a törvényt, amit Isten a világnak adott, és hogy szívetekben jó szándék szűri át még a kisújjatok mozdulatát is. De ezt csak akkor hihetem el, ha eltörlitek a rontást, amit játékaitok nyomán erre a világra rászabadult, és visszaadjátok a hegyeimet. Urak, elmondom nektek az életemet. A játékot, amit játszanom kellett, mert így írtátok meg számomra a szerepet. Nem egyik vagy másik közületek, nem ez vagy amaz. Ennek a szerepnek a megírásában nincsenek köztetek bűnösebb és bűntelenebb. Mind együtt vagytok felelősek ezért a rettenetes játékért. Valamennyien, kik a világ dolgait intézitek, határokon és drótsövényeken, és világrészeken innen és túl, elvettétek a hegyeimet, és az életemet elrontottátok, mint ahogy a vásod gyermek elrontja a játékszert, amit már megúnt, s aztán szemétre löki. Jaj, ne mondjátok, hogy keresek magamnak máshol helyet a világban, mert nincsen ennek a világnak helye, ami az enyém volna azon a hegyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadok engem, vagy abban az országban, mert nincsen nekem azokban az országokban semmi keresnivalóm. Aj, ne mondjátok, hogy lelek hegyet a Kordinellákon, vagy a Sierra Nevadán, mert az a más hegyei, azok nem az enyimek. Az én számomra nincsen szépségük, és nincs békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza a hegyeimet. És azt se mondjátok, hogy nem én vagyok az egyetlen, akiknek ez a sorsa, mert milliók váltak földönfutókká játékaitok során, és nem egy vagyok a milliók közül. Számomra nem vigasztalás, hogy millióknak fáj ugyanaz, ami nekem fáj. Magamnak fáj, ami bennem fáj. Hát adjátok vissza a hegyeimet! Ne mondjátok azt sem, hogy van, aki többet vesztett. Senki sem vesztett annyit, mint amennyit én. Nekem nem voltak palotáim, amit fölépíthetnétek valahol a föld másik oldalán. Nekem nem volt vagyonom, amit bankjaitok visszafizethetnének, ha megszállná őket a jótékonyság láza. Állásom se volt, hitvallalom sem, ami helyett újat adnátok. Nekem semmim sem volt, csak a hegyeim és egy asszony, akit szerettem. És ez a kettő együtt többet ért, mint a világ valamennyi palotája, vagyona és hivatala. Senki sem vesztett ebben a játékban annyit, mint én. Adjátok vissza a hegyeimet. Nézzétek, urak! Idestova 50 esztendeje már, hogy belerángattatok ebbe a játékba. Játszottatok az én bőrömön háborút és országosztást. Ide-oda ajándékozgattok engem a hegyeimet, mint ahogy a gyermekek ajándékozzák a játékszereket egymásnak. És én
50 esztendeig engedelmesen játszottam nektek mindent, amit csak parancsoltatok. Kisebbségi sorsot, megaláztatás és elnyomatást, üldöztetés nyelvem és fajtám miatt, felszabadulást és katonástit. Játszottam háborút, lelkesedést és halálfélelmet, rámánius bátorságot és fejvesztett menekülést, játszottam kétségbeesést, fájdalmat, dühöt, elvesztett háborút, játszottam elvesztett otthont és elvesztett családot, csikorgófogú bosszúvágyat és hadifogságot, játszottam hontalan bujdosást, magányos kóborló farkassorsot az emberi rengetegben. Hát urak! Nekem elég volt! Én nem játszom tovább! Adjátok vissza a hegyeimet! Most pedig az elcsatolt országrészek képviseletében az O60-i óvoda és általános iskola 5-ös számú tagiskolájának tanulói héliummal feltöltött léggömböket eresztenek fel, majd Kodály Zoltán Hári János című művéből az Intermezzo zenéjére egy reformkori táncot mutatnak be.